A probléma gyökere az nem az embereknél van, hanem az államnál. Tehát a korrupció legfontosabb forrása, forrásvidéke, kiindulópontja, és ahol leginkább föl kell majd lépni, az maga az állam tisztségviselői, az állam vezetői. Nem fordulhat elő, hogy közmegbízatást teljesítők, akik korrupcióban érintettek, azok megtartják a személyes vagyonukat, miután lelepleződtek. Ilyen nem fordulhat elő. Nem fordulhat elő, hogy a okozott kárt nem térítik meg. Nem fordulhat elő, hogy megrovás után milliárdos ként a magángazdaságba távozva morzsogatják eseménytelen mindennapjaikat. Mindenki látja, hogy épül az ország. Nemzeti vagyon nő. Fölépülnek a dolgok. Olyan dolgokat érünk el, amik korábban szóba se kerültek. Magyarország előre megy, korrupciótól szenvedő országok nem előre szoktak menni, hanem hátra. Egy ilyen sikeresen és látványosan fejlődő országra ezek az állítások, kritikák, korrupció, tolvajlás és így tovább, azok szerintem nem vehetők komolyan. A baloldal jól érzékeli azt, és hogy a jobboldaliakat, azokat korrupcióval érdemes támadni.